megérkeztünk Hemisbe. Hemis egy nagyon fontos dolog miatt érdekes számunkra. Mégpedig azért, mert az itteni könyvtárban véltek felfedezni egy olyan kéziratot, ami Jézus indiai tartózkodásával kapcsolatos. Éppen ezért mostani témánk az, hogy létezhet-e az, hogy járt Jézus Indiában? Ha igen, ez hogyan lehetséges? Miféle elméletek vannak ezzel kapcsolatban? És amennyiben járt Indiában, vajon ez csorbítja-e Jézus dicsőségét vagy sem? És egyáltalán mi ezzel a mai álláspont, mik azok az elméletek, amik azt támasztják alá, hogy Jézus járt Indiában, és mikor? Először is ugye vannak azok a bizonyos Jézus hiányzó évei, amikor is nem lehet pontosan tudni, hogy mit csinált Jézus. De mielőtt belehasítanánk a közepébe, térjünk Jézus születéséhez. Tudjuk azt, hogy megérkeztek a napkeleti bölcsek, a király, három király. A napkeleti bölcsek megérkeztek tájékoztatni Krisztus Urunk szüleit, hogy ez a gyermek nem akárki. Különös ajándékokat vittek a Jézus születése alkalmával. És mi vezette őket oda a helyszínre? A csillag, a csillagot követve. Na most. A régi Indiában, a védikus Indiában az asztrológia, a tenyér elemzés, nem tenyérjóslás, tehát nem ilyen kóklerségről beszélünk, hanem tenyér elemzés, az asztrológia és a numerológia, ezek általános tantárgyak voltak, az általános műveltséghez tartozó tantárgyak voltak, ehhez az átlagember is értett, a mai napig is Indiában egy átlagember meglepő módon foglalkozik az asztrológiával, azzal, hogy milyen holdállás van, ők ezt követik. Akár a borotválkozást, nyiratkozást, családi eseményeket kötnek napálláshoz, holdálláshoz. Na most, hogyha az átlagember értett ezekhez a dolgokhoz, akkor elképzelhetjük, hogy ennek a mestere, az asztrológiának a mestere mi mindenre volt képe. Ez a szokás, hogy asztrológusok beazonosítják azt, hogy hol született meg egy bizonyos személy. Ez a mai napig egy élő hagyomány a buddhistáknál. Például a Dalai Lámát így találták meg. Ugye van is erről egy film, a Kis Buddha, ami természetesen egy hollywoodi történetben van bújtatva, és nem pont úgy kell elképzelni, nem egy commerce dologról van szó, hanem ez igenis hónapokig, akár évekig eltartó procedúra, mire beazonosítják sok-sok gyakorlás, meg próbatétel árán beazonosítják. Úgyhogy ez a Krisztusra való rátalálás Betlehembe egyáltalán nem egy olyan gondolat, ami létezhetetlen, hiszen ez egy ma is élő hagyomány. És kiolvasták a csillagokba, hogy megszületett egy nem akárki. Megszületett egy olyan kimagasló személyiség, aki képes lesz megváltani a világot. Elmentek, felkeresték és tájékoztatták a szülőket, hogy bizony ez a gyermek nem akárki, és küldjék el Indiába tanítani. Miért Indiába? Azért, mert Indiában már akkor, Krisztus születése idején, több évezredes múltú egyetemek voltak. A világ első egyetemei Indiában találhatók, Takshila, Nalanda, továbbá Puri, az egyik legfontosabb hindu szent hely, az is egy fontos tudásközpont volt, és ugyanakkor az is tény, hogy Perzsiát Kínával összekötő selyemút az olyan forgalmas volt, mint egy autópálya. Folyamatosan kulturális vándorlás volt, kereskedők vándoroltak, mindenfélét szállítottak innen-oda, onnan-ide. Az, hogy az ógörögök jártak Indiába, és a kultúrát Európába, Indiába vittek, ez is nem egy új keletű dolog. Mark Twain egy nagyon szép idézetével ezt meg tudjuk erősíteni ezt az elképzelést, hogy India a kultúra, a vallások bölcsője, és így tovább. Úgyhogy az, hogy átjárás volt a kultúrák között, az egyáltalán nem újdonság, és a feltételezések szerint Jézust egy ilyen karavánra tették fel, és itt tanult Indiában, itt sajátította el
azokat a tudományokat, amiket aztán később gyakorolt. Például egy jogikus képesség a vízen járás. Ez nem egy olcsó mutatvány, ezt nem lehet annyira könnyen elsajátítani, hanem ehhez kell egy különös képesség, egy alkalmasság, és kell hozzá rengeteg gyakorlás. És természetesen egy mester áldása. És aztán, hogy pontosan Indiában hol járt, hol nem, ezt nem tudjuk. Honnan vannak ezek az információk? Az 1800-as évek második felében volt egy orosz haditudósító, akit úgy hívtak, hogy Nikolas Notovics. Kérlek szépen, ez itt a környéken barangolt, és hogy nem, pont itt, valahol a környéken eltört a lába, és itt ápolták a Hemiszi kolostorban az itteni lámák. Azt hiszem, hogy 2 hónapot töltött itt, és valahogyan a bizalmukba férkőzött, és abból a bizonyos könyvtárból, amit 100 pecséttel őriznek, onnan a láma, a fő láma elővett neki egy kéziratot, és azt mutatta meg neki, hogy a valamikori Issa itt tanult. Ki ez az Issa? Vagy, tehát nem itt tanult, bocsánat. Itt őrizték ezt a kéziratot, amiből kiderült, hogy az itt tanult, az mit jelent? Indiában, tehát nem ebben a kolostorban. Ki ez az Issa? Sok európai nyelven a mai napig is úgy hívják Jézust, hogy Issa. Szanszkritül is úgy hívják őt, hogy Issa. A sajvák hívják Isanátnak, Isaputrának, a Bávisya Mahapurána úgy hívja, hogy Issa Mászi. Akkor vannak kultúrák, ahol Yuz Asifnak hívják. Például, amikor majd innen Hemiszből elmegyünk majd Sinagarba, és remélhetőleg láthatjuk Krisztus vélt sírját, ott olvasható egy idézet a Koránból, miszerint Yuz Asif, miután halálosan megfenyegették, ki lett menekítve, és itt élt és tanított, és élt, nem tudom, közel 100 éves koráig. És ami érdekes, ugye, hogy ahogy mondtuk, átjárás volt a kultúrák között. Sinagar közelében vannak zsidó kolóniák. Egy más nyelvet beszélnek, nem a kasmirit, de persze valami teljesen egyedi nyelvet, és az a bizonyos vélt sír Sinagarban azért érdekes, mert a zsidó temetkezési szokások szerint van tájolva, nem úgy, ahogy a muszlimok, de teljesen speciális. És visszatérve Nikolas Notovicshoz, ő azt állítja, hogy megmutatta neki itt ez a főláma azt az elveszett evangéliumot, aminek az a címe, hogy Szent Issa élete. És utána ezt meg is írta könyv formájában, valahogyan le is fordítottak belőle részeket, később az egészet. Na most, hogy ebből mi igaz ebből a történetből, ezt senki sem tudja, hiszen igazából bizonyítva tudomány által sohasem volt. És nagyon, ez egy bestseller könyv volt természetesen, amit Nikolas Notovics írt, és utána egy hindu szerzetes is gondolta, hogy ez érdemes, kutatásra érdemes terület. Úgy hívták, hogy Swami Abhedananda, aki ugyancsak itt járt, és lefordították az eredeti művet, ezt a bizonyos elveszett evangéliumot, és utána egybevetették Nikolas Notovics művével, és állítólag, én egyiket sem olvastam, azért azt hozzá szeretném tenni, azt mesélem el, amilyen elméletek ezzel a Jézus indiai tartózkodásával kapcsolatban léteznek. Tehát egybevetették Swami Abhedananda féle írást, fordítást Nikolas Notovicséval, és állítólag meglehetősen hasonlóak. Ez a Swami Abhedananda írt egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy Kasmiri és tibeti utazások, és ebben ír erről a történetről. Na most, hogy Jézus pontosan hol élt? Egyes feltételezések szerint Indián belül járt Pandzsában, Rajasztánban, Puriban. Puriban, mint egy helyi brámin is tevékenykedett. Ezek természetesen feltételezések, valódi bizonyítékok nincsenek. És utána visszatért
a saját szülőhazájába, és elkezded tanítani 28-9 éves korában, egyszer csak feltűnt, és elkezded tanítani. Na most Krisztus tanítása. Krisztus tanítása teljes mértékben megegyezik a keleti tanításokkal. Ez a testvériség, az egység, a környezetre való érzékenység, a felebaráti szeretet, ahogyan azt, az erőszakmentességet, ugye megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel. Ez a felebaráti szeretetnek egy olyan fajta, olyan mértékű megnyilvánulása, ami a mai világban elképzelhetetlen. Most képzeld el, hogy megdobnak kővel és visszadobni kenyérrel, ez felfoghatatlan. Erre ma szinte azt mondják, hogy az önérdek, vagy az önérvényesítés hiánya, és azt fogják mondani, hogy menjél gyerekem pszichológushoz, mert bajod van, ha te kenyérrel dobsz vissza annak, aki kővel dobálhat. Úgyhogy, na most, mik lehetnek a következtetések ezzel kapcsolatban, hogy járt Jézus Indiában vagy sem? Az én magánvéleményem szerint, ugye, először is meg kell állapítanom, hogy nem tudom, hogy járt Jézus Indiában vagy sem. Számomra, amennyiben járt Jézus Indiában, ugye, két fázisa van ennek az indiai tartózkodásnak. Egyik a hiányzó évek, amikor is itt tanult. Az, hogy tanult, ez nem azt jelenti, hogy alacsony rendű valaki. Mindenkinek tanulnia kell. A hinduizmusban például Krishna, aki maga a legfelsőbb, amikor alászállt, ő is tanult, neki is volt guruja, Gargamuninak hívták. Tehát mindenki tanulásra szükség van. Mert még maga a legfelsőbb is, a védek szerint legalábbis, folyamatosan fejlődik. Mire önmagát megismerné, már tovább tágult. Ha egyszer végtelen, akkor megfoghatatlan és folyamatosan tágul. Kiterjeszti magát egyre inkább. És Jézus miután ugye, aztán tanított, és aztán a másik feltételezés, a másik indiai vonatkozása pedig ez volna, ugye, hogy a keresztre feszítésnél nem halt meg, hanem visszakerült Indiába, és itt élt és tanított haláláig. Na most ugye, mi van akkor, hogyha Jézus járt Indiában, akár az első alkalommal, akár mindkét alkalommal? Számomra, magánemberként, egyáltalán nem csorbul Jézus dicsősége, amennyiben járt Indiában, sőt, számomra még kerekebb a kép, de ha járt Indiában, ha nem, Jézus ugyanúgy ugye, a Isten fia, Isten prófétája, aki képes megmenteni azokat, akik hozzáfordulnak, ha járt Indiában, ha nem. Úgyhogy a hindu megközelítésben az elfogadás maximális. És a hindu megközelítésben ugye tegyük hozzá, hogy nem a vallás a lényeg. A vallás az egy út, de nem cél. A cél az az, ahova vezet az út. A vallás az egy folyó, és hogyha eljutunk az óceánba, teljesen mindegy, hogy a Ganges vagy a Duna vezetett téged, vagy úsztatott téged az óceánba, onnantól fogva az már nem számít. Ha egyszer a tengerben fürödsz, nem jut eszedbe a Duna meg a Tisza. Úgyhogy hindu megközelítésből, vagy buddhista megközelítésből Krisztus teljesen elfogadott szent személyiség, akár járt Indiában, akár nem. Így próbáltam itt most röviden összefoglalni azokat a gondolatokat, amik és teóriákat, amik keringenek a világban Krisztus indiai tartózkodását illetően. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattad. További jó utazást kívánok itt, Ladakban, és a történetet folytatjuk majd Srinagarban, Krisztus véd sírjánál, és minden tiszteletem Jézus Krisztusnak, aki képes bennünket megmenteni, mindazokat, akik szívből hozzáfordulnak, és folyászkodnak hozzá, és a tanítását követik, és legalább megpróbálják a kenyeret adni az embereknek, azt a kenyeret, amire szükségük van ahhoz, hogy a testüknek arra a kenyérre van szükségük, hogy életben maradjon a testük, de a kenyér azonnal sokkal többet jelent, a kenyér a szellemi táplálék. Az a táplálék, ami a lelki gyakorlás, aminek segítségével az ember felemelkedhet, és eljuthat vissza eredeti őshazájába. Köszönöm szépen!